Én azt gondolom, hogy elérte a célját, de hát ez tavaly is így volt. Idén is kegyes velünk a fennvaló, mert nagyon jó idő van. Mondhatjuk, hogy a vendégek jó időt hoztak, és hát ez egy siker téma, azt gondolom, az erdőt idehozni a városba. Főleg egy ilyen szép helyre, ez a Szabadságtér, ez kiváló helyszín erre. Úgyhogy én is nagyon jól érzem magam, holnap remélem a családdal is ki tudok jönni. Ugye az erdei iskola mozgalom is abból adódott, hogy egy kicsit eltávolodtak az emberek a természettől, és be kell mutassuk a természet működését, és az erdészek munkáját, mert ezt már akkor is láttuk, hogy kevesen ismerik, mert hát elzárkózott egy munka, és nagyon speciális. De mind a kettőből már egy olyan mozgalom nőtt ki, ami gyakorlatilag a gyerekeket teljesen meg tudja fogni, mert a természet szépsége az majd hogy végtelen. Úgyhogy ezernyi programmal, ezernyi ötlettel lehet őket megfogni, és bemutatni azt, hogy miért is szép, mi a szépség a természetben, mi az, amit csinálunk, mit csinál az erdész, milyen munkát végez és miért csinálja. És ez mind elő tud ilyenkor jönni, és ha megértik már azt, hogy miért dolgozunk, és látják, hogy nekünk is az a fő célunk, hogy szép legyen a természet, és még olyan hasznunkra váljék, amely szintén környezetbarát, tehát az egyik legkörnyezetbarátabb alapanyagot termeljük, a fát, amire szükségünk van. Ez itt a klímaváltozás közben szintén egy nagyon fontos aspektus. Hát ha ezt mind át tudják adni a gyerekek a szüleiknek, ez is egy nagyon jó irány, és reméljük, hogy ezzel egy jobb összefogás válik majd. És igen, azt is észre lehet venni, hogy az utóbbi 5-10 évben egyre kevesebb az erdőben a rongálás, akik kirándulni mennek, nem teszik tönkre az ottani padokat, táblákat, hanem használják és örülnek nekik, és ez szerintem ennek a munkának a következménye. Nyilván akkor jön a jövő kérdés, hogy van jövőre, lesz, hogy érdemes lesz a jövőre figyelni, hegyezni a fülünket? Hát reménykedünk benne, tekintettel arra, hogy dr. Fazekas Sándor miniszter úr indítványozta ezt tavaly, ezt a rendezvényt. Mi ezt hozzákötjük, és épp az imént beszéltünk róla, hogy tavaly ilyenkor leütöttük az idejének a időpontját, és mondta, hogy igen, akkor gondolkodik rajta, hogy kitűzzük a jövő évi időpontot is. Én azt gondolom, hogy ez természetes, mert pont ezzel a céllal hoztuk létre. Ahogy hallottam, az önkormányzat is teljes mellszélességgel mellette áll a rendezvénynek, úgyhogy ha mindenki akarja, akkor biztos, hogy lesz.